Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, ma pedig egy filmajánló és programajánló itt az Ultrahang csatornáján. Nem sokára debütál az 1968 egy szerelem rekonstrukciója című magyar film, ami egyszerre dokumentumfilm is, meg játékfilm is. Az alkotók vannak itt velem, Nagy Anikó Mária, a film rendezője. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És Lukácsi György, aki pedig a film dramaturgja, forgatókönyvírója és rendezője. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad és a meghívásunkat. És a hallgatóknak mondanám, hogy lesz egy premier előtti vetítés, ami az alkotóknak köszönhetően 100 Ultrahang hallgatónak ingyenesen megtekinthető. A www.ultrahang.tv/rendezvények oldalon, illetve a videónk leírásában található linken keresztül tudnak regisztrálni, jegyet igényelni. Szeretettel várunk mindenkit. A filmvetítést követően lesz majd egy beszélgetés az alkotókkal, rendezőkkel, szereplőkkel. Ez az a megtiszteltetésért, hogy én moderálhatom, szóval találkozhatunk mindannyian a Toldi Muziban. Május 16-án 19 órakor szeretettel várunk tehát mindenkit, illetve majd május 23-án a Duna TV főműsor időben is láthatják az 1968 egy szerelem rekonstrukciója című filmet, amiről fogunk most úgy beszélgetni, hogy közben nem spoilerezzük el ezt a egyébként tényleg nagyon remek alkotást. Kezdjük a filmem. Nekem az 1968-as dátum azért is fontos, mert hogy nekem apukám akkor született. Tehát, hogy itt, és az 1968-as nemzedék az amúgy is egy ilyen fontos nemzedék. Ugye ez a film arról szól, anélkül, hogy mindent elmondanánk, hogy van egy szerelmes pár, a főszereplő férfi Miklós bácsi, ő most már bácsi, ő magyar, a szerelme Alexandra pedig angol. És az ő szerelmüket aztán ketté szakítja a történelem, és ti tulajdonképpen ezt dolgozzátok fel párhuzamos idősíkokban. Honnan jött a történet? Honnan jött a téma? Hát ezt azt hiszem Anikó tudná hitesen elmondani, hiszen tényleg a téma az utcán hever, vagy így bekopogtat az ajtón. Hát én egy barátnőmtől hallottam a Miklós bácsiról. 2021 tavaszán fölhívott Gödöllőn élek, és ott egy gödöllői barátnőm fölhívott, hogy a szomszédjában él egy idős úr, aki azelőtt való este grillpartin volt náluk, és elmesélte a saját élettörténetét, és úgy hívott föl engem a barátnőm, Nagy Kinga, hogy Anikó, szerintem megvan a következő filmet témája. Röviden elmondta, és mondta, hogy hívjam nyugodtan a Miklóst, mert nagyon nyitott, nagyon intelligens, jól beszél, érdemes vele kapcsolatba lépni. Úgyhogy én nem sokkal később föl is hívtam, közben kiderült, hogy ő erről a történetről írt egy könyvet, azt ideadta a Lovag és Fitos címmel, én azt elolvastam, és valóban úgy gondoltam, hogy ez filmre kívánkozik. Akkor megírtam a kollégáimnak, hogy van ez az ötlet. Nem ugrottak rá azonnal, azért eltelt egy kis idő, amíg talán még egyszer írtam nekik, hogy kérem szépen, úgy olvassák el az e-mailt, mert szerintem ezt érdemes. És az már úgy hatott, és akkor onnantól tulajdonképpen elkezdődött a munkafolyamat. Én erről a filmről egyébként nagyjából egy ilyen fél évet tudok, hogy készül még hozzá, úgyhogy Gyurival mi találkoztunk egy Robert C. Custer dokumentumfilm kapcsán, mert hogy gondolkodunk ilyenben, talán ezt így elárulhatjuk, aztán reméljük, hogy egyszer meg is fog valósulni, és akkor meséltél nekem erről a történetről, amiben van állambiztonság, árulás, ügynök kérdés, minden, és engem annyira megragadott ez a történet, hogy én így elkezdtem mesélni a barátaimnak, meg az ismerőseimnek, hogy képzeljétek el, készül egy ilyen film, és hogy tényleg nagyon nehéz filmről úgy beszélni, hogy ne lőjük le a kulcselemeket, de hogy, vagy ne lőjük le a poént, de hogy tényleg egy nagyon mély és nagyon drámai dolog, ami valójában megtörtént. Te mikor jutottál el oda, hogy akkor ebből tényleg érdemes filmet csinálni? Hát valóban van bennem egy ilyen kicsit ilyen felelőtlen, még újságíró véremből, hogy nem egyből ugrottam rá, ahogy Anikó megírta nekünk egy e-mailben, hanem így vissza kellett így hajolnom érte. Azt láttam meg benne, ami történetet igazán nagyját, tehát, hogy van egy személyes, szerelmes szál, és van egy ilyen közpolitikai vonatkozása. Nagy magyar filmeknél láthatjuk, a Mephistónál, Szabó István, majdnem minden filmje ilyen, hogy egyszerre van benne egy privát vonal, és amit a nagy történelmi hullámzás így befolyásol, és tényleg itt erre figyeltem föl, hogy te jó ég, itt nagyon sok minden találkozik ebben a történetben,
Aztán, ahogy megismertem én is Miklós bácsit, és láttam, hogy egy nagyon rokonszenves, nagyon helyes, és hát ezt így nagyon fura mondani, de amit mi talán a legtöbbet köszönhetünk neki így a barátságon kívül, ez egy szemléletmód, amiről úgy sokat beszélünk, hogy megbocsátás, meg nagyvonulúság, de valójában igen kevesen gyakoroljuk ezeket az erényeket. Bocsánat, csak egy apró ilyen anekdota, a templom, ahova járok, prédikáció közben mondta az atya, hogy amikor elmondjuk az Úr imáját, hogy csak azok mondják azt a sort, hogy miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, akik úgy is gondolják. És ugye... Csendett a teremből. Hát tényleg. Tehát, hogyha komolyan vesszük, szóval ilyen szorványossá vált. És tehát valójában ez egy olyan dolog, amit nagyon nehéz gyakorolni, és a Miklósból ez árad. És olyan spontán módon árad. Tehát amikor én is, hogy így az elmúlt 3 év munkálata során így, na hát akkor mostan csípjük el, szorítsuk falhoz, kérjük számon, nem tudom, bizonyítsunk, kutassunk, nyomozzunk, tehát amikor ez a vérmes hajsza így bennem így lüktetett, ő, miközben így a végére érünk a történetnek, ő benne ez a fajta nagyvonulság valóban ott van. És ez főleg, hogy ő az érintett, ez nagyon nehéz lehet, úgyhogy én ezért így nagyon csodálom őt, és hogyha van valami szép üzenete a filmünknek, akkor talán éppen ez a megbocsátás, ami így árad belőle. Ugye a film egy 56 évvel ezelőtti eseményt dolgoz fel, van egy istálló, ahol többek között Kádár János jó lova is található, oda jár, most megint úgy próbálok beszélni róla, hogy nem mondjuk el mindent, oda jár az elit lovagolni, ott lovász fiú Miklós bácsi, és itt találkozik Alexandrával, aki pedig egy londoni, vagy hát egy brit követségi alkalmazott, és aztán szerelmesek lesznek egymásba, tulajdonképpen ezt dolgozza fel a történet, és aztán onnantól jönnek, és ezekben már nem mennék bele, mert tényleg érdemes megnézni, de hogy onnantól derül ki, hogy semmi sem az, aminek látszik. Tehát, hogy akár egy sima verekedés, akár egy házi buli, akár az, hogy valaki kölcsön adja valakinek a lakását, még ha rokonáról van is szó, hogy ezek kiderülnek, hogy bár látszólag ezek ilyen teljesen spontán és természetes események, valójában meg egy konspirációs játszmának a részei. Azon túl, hogy van ebben egy személyes szál, nyilván van benne egy történelmi szál is. Hogyan tudtátok azt megoldani, hogy ez a történelmi szál, ez hiteles legyen, hogy tényleg ellenőrzött legyen, illetve milyen dokumentumok alapján, ugye említetted Miklós bácsinak a könyvét, de hogy ezen túl milyen dokumentumok alapján rekonstruáltátok ezt a történetet? Egyrészt az volt a szándékunk, hogy olyan, mint a Török Ferinek a Moszkotér című filmjében, hogy a történet valahol ott hátul lük, tehát ott ugye a rendszerváltás, így látunk Nagy Imre újratemetést, egyéb olyan eseményeket, de nem ez van az előtérben, és mi is arra törekedtünk, hogy ott a történet végig ott legyen hátul, és ez valóban, ahogy mondtad, ez egy mágikus évszám, ez a 68. Ez nyugaton ugye mást jelentett, mint mondjuk Prágában, meg mást jelentett nálunk, és az ő szerelmük, Miklósnak meg az Alexandrának a szerelme ugye 68-ban bontakozott ki. Hát ugye mind a két fél nagyon érintett volt. Ez egy ilyen Rómeó és Júlia történet, amit a vasfüggöny, ahol a két család viszályát a vasfüggöny választja el, vagy az van a középpontjában. És ugye 68-ban egy olyan folyamat indult el Csehszlovákiában, akkor még ezt így hívták, ezt az államalakulatot, ahol ilyen reformkommunisták kerültek hatalomra, és Alexander Dubček próbált reformokat bevezetni. Ezek elég nagy jelentőségű reformok voltak, és például az ortodoxabb vagy kommunisták, mint amilyen Kádár János is volt, aki jobban el volt köteleződve Moszkva felé, ők így többször figyelmeztették is Dubčeket, hogy ez sok lesz. Például sajtószabadság, tehát ilyen gondolatai voltak, amik hát ugye ilyen eretnekségnek számítottak. És utána ugye a 68, az egy nagyon szégyenteljes év a KGST országok számára, ugye a Moszkvának az unszolására mi is, tehát mint a Magyar Népköztársaság hadserege, mi is bevonultunk Csehszlovákiába úgymond rendet tenni, ami teljesen átalakította a politikai kulisszákat. Én például a magyar oldalt azt történelemből, szakértőkkel elég jól ismertük, de azt, hogy vajon mondjuk Londonban mit gondolnak erről, a Foreign Policy-nek
vagy a tehát a külpolitikai szolgálatoknak ilyen leíratait olvastam el arról, hogy hogyan reagáltak rá, és hát elég jól dokumentált, hogy követik Londonban az eseményeket. Tehát amikor a prágai tavasz kitör, akkor van egy ilyen várakozás, hogy most mi lesz. Jön egy körlevél, hogy a külképviseletek számára, hogy Budapestre is, mindenhova, hogy óvatosan, és aztán ez az óvatosság, ez egyre jobban fokozódik, egyre több ilyen felszólítás jön a külképviseleteken dolgozó brit állampolgároknak, tehát diplomatáknak, hogy semmi olyat nem szabad csinálni, mint provokálja a magyarokat, vagy hát a szovjeteket, az ő szemükben ez ugye ugyanaz volt. Tehát ami az ellentábort nem provokálja, hát picit úgy az, mint most is zajlik, hogy hát reméljük, hogy minden fél óvatos ez ebben a mostani viharos világban. Hát láttunk is erre esetet ugye itt az orosz-ukrán háborúnál, hogy az a Lengyelországban véletlenül becsapódott rakéta, és egyből mindenki megrémült, hogy tehát csak egy szikra kell, mikor érezzük, hogy csak egy szikra kell. Alexandrának a szerelmi viszony az lehetett volna ilyen szikra, tehát az már egy provokációnak számított onnan nézve? Igen, abszolút provokációnak számított, hiszen nekik szerződésbe volt kötve például, hogy nem lehet viszonyuk magyar állampolgárral, ebbe a szerelmi viszony. Ez egy illegális viszony? Illegális viszony, igen, az ő részéről teljes mértékben. Tehát ez egy tiltott viszony, tényleg Rómeós Júlia, tehát a Capulettekkel nem állunk szóba. Tehát, ja, és párosával közlekedtek például, tehát ez is a protokoll része volt, hogy hiába ő egy titkárnő volt, tehát a hierarchiának talán az egyik legalsó lépcsőfokán szerepelt itt a diplomáciában, de mégis az volt, hogy mindenhova kettesével mentek, senkivel külön ilyen beszélgetéseket nem bonyolíthattak, tehát ő a tiltott gyümölcset szakította le. Ugye az a filmből is kiderül, hogy erről beszél a szakértő, hogy van egy gépírónő, ugye ő volt Alexandra, aki két okból is izgalmas, egyrészt az elhárítás szempontjából, tehát hogy ne legyen kém, másrészt meg abból a szempontból, hogy róla viszont, vagy rajta keresztül viszont szerettek volna minél többet megtudni. Talán azzal még nem árulunk el nagy titkot, hogy ezért keltette fel a magyar titkosszolgálatnak is az érdeklődését, illetve ezért alakítottak ki aztán köréjük egy ilyen egész konspiratív történetet, és még egy rész a filmből, hogy a Miklós bácsi ott mondja, hogy van talán 600 oldal dokumentáció az ő ügyükről, mert hogy ezt ő kikérte a történeti levéltárba, és egyszer csak bemondott talán te pont a filmben, hogy amúgy Alexandrának a történetét azt meg 1000 oldalnyi dokumentum dolgozza fel, és hogy bennem az merült fel, hogy tényleg egy lovászfiú meg egy gépíró nőnek a szerelme az ekkora dolog, és hogy csak ebben az ügyben ennyi 1000 oldalnyi adat keletkezik. Olyan nehéz a mai fejünkkel, tehát hogyha az ember a korabeli, de akár az angol vagy a magyar iratokat olvassa, hogy teljesen más világ. Most az előbb Bakiból e-mailt mondtam, tehát egy teljesen más kapcsolatrendszer, teljesen más, ahogy az emberek tartják a kapcsolatot, beszélnek egymással, rengeteg feltételezés. Hát ez ugye Magyarország egy kommunista diktatúra volt, nem ennek nevezte magát, de hát az volt, ahol az állampolgárokat nagyon szorosan követték, és ugye ez az alagi istálló, majd Anikó mesésről, mert többször volt ott kalandozásunk, vagy amire te utaltál. Tehát ugye ez egy ilyen viperafészek, hogyha ebből a szempontból nézzük. Kádár János ott tartja a lovát, de oda viszik az angolokat is lovagoltatni, tehát nyilván ez egy ilyen fontos objektum volt. Egyébként egy fantasztikus, érdekes története van, meg aki ilyen családi kirándulásra menne, én szívből ajánlom. Most is lovard? Igen, és az overdózottnak az emléke is ott van, ő is ott volt, és az egész ilyen magyar versenylovak közül nagyon sokat ott nevelnek, Anikó testközelbe is került, ezt szerintem érdemes elmondani, hogy volt egy olyan pillanat, amikor úgy volt, hogy Anikó szerepel a filmben, és akkor így volt egy kis kalandunk is ott. A lóval. Szerintem ebben az volt, az, hogy én végül is felültem a lóra, az nem izgalmas, mert ugye nem kerül bele a filmbe, hál' Istennek, de az izgalmas ebben, hogy valóban ekkora apparátus működött, és azt nem tudjuk, hogy az Alexandra mit gondolt erről, de hogy a Miklós semmit nem tudott. Tehát ő egy 20 éves, 22-23 éves fiatalember volt, és úgy élte végig ezt a
kvázi 9 hónapot, hogy semmit nem tudott arról, hogy mi működik mögötte. Ő szerelmes volt az Alexandrába, és nyilván a kornak megfelelően volt el, vagy gondolhatta volna az, hogy ez tiltott, de nem foglalkozott vele, és ő úgy élte ezt a szerelmet, hogy nem izgult amiatt, hogy esetleg baj is lehet belőle. Ugye te vagy a rendező, te vagy a forgatókönyvíró, mikor megvan a sztori? Akkor utána mi történik? Vagy ez hogy áll össze egy egyébként az utóbbi idő talán legjobb magyar dokumentumfilm, én ezt merem mondani, amit láttam. Tehát, hogy az egész egy nagyon fogyasztható, de mégis mélységeket taglaló, nagyon kreatív megoldásokkal játszó film. Egyszerűen, hogy alakul? Vagy hogy áll össze egy ilyen? Hú, ennek nagyon hosszú evolúciója volt, mert az az eredmény, amit te is láttál, ez nagyon sok kudarcnak a kudarcból következett, mert hát mi is, hogy lehet megragadni ezt a történetet egyáltalán, annyira komplex, annyira bonyolult, és valóban ami végül is a filmben látszik, az a jéghegy csúcsa. Egyrészt, tehát az alap gondolatunk az volt, hogy van egy jó, nagyon jó alap történet a kezünkben, és hogyan idézzük fel a múltat? Először arra gondoltunk, hogy animációval. Akkor kiderült, beköltségvetették, hogy nem animációval fogjuk. Drágább az animáció? Nagyon. Hát meg nincs is szakember. Tehát sokkal hosszabb idő is. És sokkal hosszabb idő is lett volna, és akkor ezt így, elvetettük, és utána volt több próbálkozásunk, hogy hogyan kísérjük végig Miklós bácsit, és ennek volt egy olyan változata, hogy Anikó lesz az, aki kíséri őt, és ekkor ült fel Anikó a lóra. Igen, egy igazi versenylóra, az egy nagyon ideges jelent volt, ott mindenki látszott, hogy nem Anikó egyedül ideges, mert ezek a lovak olyanok, hogyha kiszedik őket a boxból, ő ugrásra kész, tehát nem egy ilyen kedves hátas ló, és akkor utána úgy éreztük, hogy valahogy ez sem indokolt. És aztán akkor forgattatok már Anikóval. Igen. Igen, a dokumentumfilmes részeket elkezdtük forgatni, és azt tudtuk, hogy a Miklós mellé kell valaki, aki végigvezeti, akinek ő végigmesélheti azt, hogy mi történik vele. És ezért gondoltuk, hogy esetleg lehetnék én, de tudom, vannak dokumentumfilmes rendezők, akik jól komfortos nekük ez a szerep, nekem ez most attól függetlenül, hogy föl kellett szállnom a lóra, vagy sem, nem volt. Tehát, hogy az világos volt az első forgatási nap után, hogy nem fog menni, mert nem szeretem ezt a szerepet, és nem a Miklóssal nem volt meg a kontakt, hanem valahogy én nem éreztem jól magam, úgyhogy ezen is túl kellett valahogy. Ez mennyire általános, hogy egy filmben ilyen újratervezés van? Hát, még amikor ez történt, akkor még ugye se pénzünk nem volt, se semmink, tehát mi másfél évig úgy dolgoztunk, hogy tulajdonképpen ilyen forgatókönyveket forgattunk magunkba, hogy és persze már mikor ugye a Nemzeti Filmintézet miatt vagy támogatásnak köszönhetően elkezdhetünk úgy igazán dolgozni, még ugye akkor sem tudtuk, hogy mi a vége a történetünknek, tehát akkor sem tudtunk sok mindent, tehát még a forgatás során is, azt hiszem 3 vagy 4 olyan jelenet volt, múltban játszódó, tehát élőszereplő színészekkel eljátszott jelenet, aminek több véget csináltunk, mert ugye nem tudtuk, hogy mi lesz, hogy mi szolgálja majd jobban a dramaturgiai ívet, és ezért volt, hogy mint egy ilyen, régen voltak ezek a kockás, kalandjáték kockázat, vagy mi volt ez a regények, hogy lapoz, ha így döntesz, lapoz, vagy ilyennyit dobtál, lapoz oda, és tulajdonképpen így, tehát gyártási szempontból egy agyrém volt. A támogató előfizetőknek lehetne, hogy különböző befejezéseket láthatnak. Talán annyit el lehet árulni, hogy mert hogy ennek a filmnek azért az a vége, hogy Miklós bácsi megpróbálja felvenni újra a kapcsolatot egykori szerelmével, és azt nem áruljuk el, hogy mi lesz a vége, hiszen tényleg mondom, nekem nagy nehézséget okoz mindig, hogy így beszélünk filmről, de azért jöjjenek el a bemutatóra, mert akkor majd ilyen direktebb kérdéseket is fel tudunk tenni, de ez nagyon érdekes, amit mondtok, és ez sem titok, szerintem, hogy végül az a megoldás született, hogy hogy vannak ugye ebben ilyen dramaturg, hogy kell szakmailag mondani, tehát filmbetétek. Tehát fikciós jelenetek. Egyébként nagyon szépen bevilágított, az már tényleg egy játékfilm minőségű jelenetek, és akkor végül Miklós bácsit, az őt játszó fiatalkori Miklós kíséri végig ezen az úton. Hát ez a Gyuri ötlete volt végül, hogy de ezt jobban el tudja mondani, hogy végül is miért ez a megoldás született.
Ezt még megelőzte egyébként egy ilyen műfaji kavalkád, az is egy izgalmas volt, azt hiszem, hogy ezzel is pályáztunk tulajdonképpen, az is a Gyuri ötlete volt, hogy a Miklóst, tehát az fiatal Miklóst, azt ilyen különböző műfajú filmekbe, akár a James Bond mintájára úgy mutatkozik be, és akkor ilyen tulajdonképpen egy ilyen kavalkád lett volna. Aztán azt hiszem, hogy pénzügyi okok miatt, vagy nem tudom, ilyen meg sem is, vagy meghiúsult. Igen, igen. És akkor jött ez, hogy találkozás egy fiatal, de ezt a Gyuri ezt jó, hogy ez lett. Hát mi is örültünk, hogy a Mészáros Martin a főszereplőnk, és Martinnak is ez egy nagyon fura helyzet volt, ugye egy színész mégis ahhoz van hozzászok, hogy van valami egyértelmű helyzet, amiben rendező hozza, de az, hogy ő nem, tehát nincsen leírt szövege, nincsen szerepe mondjuk a dokumentumfilmes jelenetekben. Sőt, hát civilként kell neki civilként léteznie. Hanem civilként kell, ez nagyon furcsa. De nagyon jól kijött a kontraszt, tehát a mostani generáció, illetve az akkori generáció között, és karakterben is nagyon jól passzoltak őket. Az volt a találtunk, és ez nem utólagos belemagyarázás, hogy a Karintinak a találkozás egy fiatalemberrel című művének a dramaturgiája, vagyis a Mészáros Martin most nagyjából annyi idős, mint amikor Miklós bácsi volt a 1968-ban, és tulajdonképpen így szembesíti egykori önmagával, egykori döntéseivel, tehát most én vagyok 43, mint hogyha a 20 éves Gyuri kérdezni, hogy na, hogy erre gondoltál-e, hogy miért csináltad ezt? Miért döntöttél így 20 évesen? Hogy mi volt a gondolat emögött? És tulajdonképpen ez fűti a Martinnak a civil szerepvállalását. Hát plusz ugye, hogy kettőjük között is kialakult egy, ha nem is barátság, de egy közeli emberi viszony. És ami nekünk is ez egyik ilyen nagyon izgalmas felfedezésünk, hogy 3 évet eltölteni valakivel, most így mi esetünkben, hogy a Tóth Miklóssal, az így az ember egész máshogy tekint a másikra. Tehát kezdetben ugye, mint egy érdekes történetnek a szereplője. Aztán most meg már együtt karácsonyoztunk, vagy így meglátogattuk őt karácsony előtt, és az egyik legszebb karácsonyi élmény volt így életemben. Egyébként, amikor dokumentumfilmet készítetek, akkor ugye mi már csak a végeredményt látjuk, de ebben benne van 3 év, hogy mennyire kell belemászni a másik embernek az életébe, illetve mivel itt tényleg ebben minden van, családi bonyodalmak, az is egy külön történetet megér, nehézségek, kényes kérdések, az is van benne bőven, hogy ilyenkor mit mondtok például Miklós bácsinak, hogy most itt arra kérünk, hogy tényleg mindenhova engedj be minket, vagy ezt hogy oldjátok meg? Hát az én tapasztalatom az, hogy mindig más, minden dokumentumfilm szereplőjével másképp alakul ki a bizalom. Ez az a legfontosabb, hogy valahogy ezt a bizalmat az ember kiépítse a szereplőjével. Miklóssal egyébként szerintem nem volt nehéz dolgunk. Az mindig úgy szokott történni, hogy az ember megkeresi a szereplőt, akivel dolgozni szeretne, és elmondja neki, hogy szeretnénk egy dokumentumfilmet, és ők mindig azt mondják, vagy legtöbb esetben azt mondja, hogy igen, de nem fogalma sincs, hogy mire mondja azt, hogy igen. Tehát Miklóssal is, amikor 2021. május 8-án az első interjút elkészítettük, akkor ő azt hitte, hogy ennyi volt. És akkor mondta is, hogy csinálunk még egy pár vágóképet ott alagon, lovakkal, és azt vége. Tehát nem számított arra, hogy 2024-ben még mindig forgatni fogunk. Nem emlékszem olyanra, hogy a Miklóssal itt tisztáztuk volna azt, hogy ilyen nagyon részleteiben menően, hogy mit fogunk csinálni. Ő elolvasta a forgatókönyvet, az legelsőt, és akkor már úgy föleszmélt, hogy hát ez nem az lesz. De ő mindig azt mondta nekünk, hogy is fogalmazott, hogy egy nyugdíjas embert nem lehet eléggé zavarni. Tehát, hogy ő tulajdonképpen nagyon örült annak, hogy abból a egyedül van, nem él már a felesége, egy kis házikóban, egy ilyen kis manó házikóban él egyedül. Igen, igen, és nagyon örült annak, hogy egyáltalán, hogy kíváncsi valaki még erre a történetre, hogy fontosnak tartjuk, hogy ezt elmondhassuk, úgyhogy ő örömmel jött, és nem volt olyan kérdés, amire azt mondta volna, hogy erre nem válaszol. Volt a forgatásnak
lelkileg nehéz pillanata, hiszen ebben azért mindenféle mélységek vannak. És ugye ezt, nekem ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy emberi sorsokat látunk, ami adott esetben pont a forgatás közben formálódik, de közben a háttérben meg ott van a stáb, a kamera, a fények, a rendező, a sok-sok ember, hogy ezt így át lehet élni kamerák keresztüzében? Hát nagyon sok ilyen volt. Nagyon sok ilyen volt, mert ugye mi is így billegünk a részvétel és a távolságtartás között, és nagyon nehéz, mert néha benne kell hagyni az alany. Nyilván ott vagyunk folyamatosan, és nem esett bántódása, de mégis egy őt is megrázó, vagy megviselő folyamaton mentünk végig ebben a 3 évben, és ilyenkor nagyon nehéz, hogy egyszerre óvjuk is őt, ugyanakkor hát legyen egy jelenet. És nagyon nehéz volt, hogy hát én voltam a fekete kalapos cowboy, Anikó pedig a fehér kalapban volt, így a 3 év során, tehát én voltam egy picit, akit szorítottam mindig, hogy menni kell tovább, és ha már egyszer elkezdtük, akkor végig kell járni ezt az utat. Egyszerűen, hát ezt úgy tudnám könnyen átélhetővé tenni, hogy ugye nagyon sokszor adódik a mi életünkben is, amikor egyszerűen például nehéz telefonokat el kell. Mert egyszerűen föl kell hívni valakit. És akkor az ember így ül, és hát hogy biztos, hogy most kell-e fölhívni, hogy nem lehetne délután, vagy nem lehetne előtte még, hogy te fölhívd előttem, és mondd, hogy én majd fog. Tehát hogy az ember egy gondolkozik, hogy amikor egy szívének fontos valakit kell, de olyan terhes, valamitől sebzett az a kapcsolat, hogy na ilyenből nekünk nagyon sok volt. És ugye mi is nagyon sok kellemetlen dologba belementünk, ami nyilván a filmben így nem látszik, így az előkészítésnél, meg ebben az egész nyomozási fázisban. Tehát nekem is nagyon sok olyan élményem volt, amikor komfortzónámon kívül kellett dolgoznom. Csak hogy ugye ennek a bizalomnak, amiről Anikó is beszélt az előbb, ennek az a lényege, hogy ez akkor marad fönn, hogyha ő végigérzi. Tehát hogy Miklós is végigérzi, hogy itt semmi olyan nem történhet, ami, hogy mi ne álljunk mellette. Tehát talán ezt ő végigérezte, hogyha voltak is vitáink, meg amikor máshogy láttunk dolgokat, hogy mi végig ott vagyunk, nagyon stabilan, és soha nem fogjuk ott hagyni őt semmilyen nagy dilemmában, és ez valóban így is volt. Úgyhogy igen, sok olyan helyzet van, amikor nekünk is így nehéz, mert nézünk egy jelenetet, hogy mi is részei vagyunk. És hát igen, volt olyan, amikor azt hiszem, hogy nekem a legnehezebb az volt, amikor visszakísérjük őt a börtönbe, és a Miklós, hát nyilván izgult ettől a 50 évvel ezelőtt történtek miatt, és ott nem, tehát azt nem lehet megismételni, az nem minden mást, ami a lakásában volt, ha nem jól sikerül, akkor esetleg újra ráfutunk, de ez nyilván ez egy egyszeri alkalom volt, és ott voltunk, és azt láttam rajta, hogy egyszerűen távolságot tart, tehát nem akar megérkezni ő oda, és akkor én is ilyen fekete zsaruvá váltam, és mondtam neki, hogy ilyet nem lehet csinálni velünk, Miklós, hogy itt vagyunk most, és te itt végig nevetgéled ezt a helyzetet, és tudtam, hogy nem azért, mert nevetni akar, hanem egyszerűen azért, mert nem akar beleérkezni ott abba a helyzetbe. Na ehhez képest, most csak ez pont ide, hogy a filmnek nekem az egyik legjobb jelenete volt az ő esetlenségét megmutató pont börtönös jelenet, hogy őt benéz a zárkába, és az ő ráüvölt, hogy ide nem lehet benézni. És ott viszont, mert nyilván gondolom, ott itt többet forgattatok, tehát hogy a végtermékben azt láttuk, hogy ott van egy ember, aki 50 év múlva megint átéli ugyanazt, hogy egy kiszolgáltatott helyzetbe kerül, és ott is diktálnak neki. Igen, hát ott már az volt, igen, akkor már az volt az a pillanat, amikor már előtte kicsit megszédódott szegény, hogy legyen már. Igen, de nem vette rossz néven ezeket, tehát tényleg nagyon jó volt a kapcsolatunk végig. Pont ez volt a nehéz nekem, de nekem egyébként mindig ez a nehéz, hogy megfelelő közelségbe kerülni, és mégis ugyanannyi távolságot is tartani, mert nem, tehát alkotóként nem vehetem át a terhet róla, de ugyanakkor én vagyok, vagy mi vagyunk azok, akik bele
navigáljuk abba a helyzetbe, amiben nem biztos, hogy egyébként belement volna. Úgyhogy ez mindig egy ilyen nehéz kérdés, de Miklóssal nem volt problémánk nagyon. A másik az a legnehezebb, amikor valóban a keresés, tehát az is egy nehéz történet volt, de ott is mindent hova jött velünk. A megérkezés szót használtad, és ezen most én nagyon elgondolkodtam, hogy a mai világban úgy ott lenni valóságban, tehát hogy mindenünkkel, testünkkel, lelkünkkel, szellemünkkel együtt ott lenni, valahol megélni, és az ebben a felszínes világban nagyon nehéz. És nyilván ez a történet egy kicsit Miklós bácsinak és a múlt feldolgozásos története is. Ti hogy érzitek ezzel a történetet, és ugye nem tudjuk a történet végét, de ti tudjátok, hogy véget ért? Tehát, hogy itt a történetnek a vége, és ezt akkor most ezzel a filmmel feldolgozta a múltat, és lezárta? Abban az értelemben nem, hogy mi továbbra is csapataink harcban állnak, tehát mi még mindig az igazság további és további szálait az ő biztatására, tehát ő kért meg minket, hogy ne hagyjuk abba, és ami még rejtély akad, annak menjünk utána. Vannak még rejtélyek? Ó, még bőven, igen. Nagyon sok olyan történeti szál van, ami a mi filmünkben nem is kerülhetett be, vagy csak ilyen jelzés szintjén, de az ő számára neki személyesen nagyon fontos. Igaz, hogy ezek érzelmileg már nem annyira döntő epizódok, de nagyjából lezárult azért benne is ez a történet, érzelmileg mindenképpen, és talán az egy nagyon nagy tanulsága mi számunkra. Egyrészt ugye látta a filmet most már kétszer. Hát ő nagyon szereti. Úgyhogy szerintem az volt életünk legizgalmasabb vetítése. Együtt, igen. Ilyenkor ugye az van, hogy mi úgy teszünk, mint hogyha a vásznat néznénk valójában, hogy végig így őt fürkészszük, hogy mit szól hozzá. Mert hogy pont ebből a formátumból, amit hát te is látta, hogy ilyen kreatív, valójában sem a színészeink, sem ő nem tud, hogy mi lesz ebből. Tehát ugye itt mindenki ilyen hozomra dolgozott, hogy elhitték nekünk, hogy ez majd működni fog. Ez egy kicsit ilyen reality is, nem? Tehát van ebben egy ilyen kicsit az az elem, nem? Mint hogyha mindenki teszi a dolgát, valami feladatot kap, és aztán csak a végén először. Igen. Igen. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ő érzelmileg mégiscsak le tudta zárni magában ezt a fél évszázados történetet. És szerintem talán ez a legfontosabb üzenete, hogy hát ugye ő egy gödöllői nyugdíjas, számos idős ismerősünk van, akinek minden megvan a maga története, lehet, hogy nem ilyen szórakoztatóan, struktúráltan van előadva, de mégis ott van. És valami nagyon fontos üzenete van annak, hogy valaki mesél. És ő belőle ez a mesélőkedv, ezt nagyon lehet érezni Miklóson, és hogy milyen jó dolog, mikor az ember a végén így kiteszi a pontot. Én ezt éreztem a közös vetítésen, amikor ő is megnézte a filmet, hogy jó ezt így, jó erre így rálátni az ember, valahogy gazdagabb lesz önismeretben, egyebekben, hogyha rálát. Nem, lehet, hogy nem old meg semmit, de egyszerűen rálát a saját életére. Mi számotokra a film legnagyobb tanulsága? Hú. Gyuri, segíts, nekem többet kell gondolkodnom. Nekem éppen ez, hogy van az embernek egy lelke, és az bizonyos értelemben csalhatatlan. Tehát, hogy lehet, hogy minden körülöttünk csalfa és becsapós, és nem bízhatunk a környezetünkben, nem bízhatunk a társadalomban, de van valami bennünk mélyen, ami viszont igaz és megmásíthatatlan, és ez az, amit Miklós is üzen nekünk ebben a filmben, hogy mindaz, amit ő átélt, mindaz a szerelem, az számára igaz, és egy élő valóság. Hát nem úgy, hogy most is szerelmes, persze, mert eltelt 50 év. Egyébként ez egy fontos dolog, amit most mondasz, hogy ugye neki közben lett felesége, de hogy mégis ez a
első nagy szerelem, vagy a nagy szerelem, ez nem hagyta nyugodni, hogy ezt így hogy helyezte el a lelkében, vagy az így kiderült, hogy a titok miatt fontos ez neki? Olvasok időnként könyveket, ilyen generációs traumákról, stb., és ezek a lezáratlan ügyek, vagy ezek a megoldhatatlan ügyek, ki nem beszélt ügyek, ezek mindig úgy ott vannak az emberben, akkor is, ha közben családja van, vagy akkor is, ha közben már volt szerelmes máskor is. Hát az ő esetében ugye nagyon érdekes, hogy ő megírt egy dokumentumregényt 2010-es évek elején, és hát ugye a felesége a könyv megjelenése után azt hiszem, három hónappal talán akkor távozott el, és Miklós mondja, hogy a felesége példányában ilyen bejegyzések voltak. Már nem tudták megbeszélni, hogy miért pont ezek a részletek érdekelték. A gyerekeik pedig ugye nagyon sokáig ezt a történetet úgy ismerték, hogy hát apu volt börtönben. De nem tudták, hogy miért. És most ebből talán a filmből, egyrészt a könyvből, másrészt pedig most a filmből jobban megismerik a saját édesapjukat. Tehát, hogy egy jóval árnyaltabb képet kapnak arról, hogy mi történt 1968-ban. Nekem az jutott eszembe, amit már elején elmondott a Gyuri a megbocsátással kapcsolatban, hogy ez végig a filmben egy ilyen nagy kérdés volt, hogy a Miklós a múltját az hogyan dolgozza föl, sok minden történt Alexandrán kívül ebben az időben, és nagyon meggyőzően tudta Miklós ezt így igazolni, hogy ő tényleg képes az igazi megbocsájtásra, és szerintem ez nekünk nem alkotóként, hanem emberként fontos, hogy ezt így megtapasztalhassuk. Volt egy vetítésünk, amikor ez ügyben volt egy ilyen kis vita, hogy az akkor élt emberek hogyan élik meg azt a sorsot, és volt, aki azt mondta, hogy ez nem lehet, tehát ez annyira mélyen bennük ül az akkori fájdalmak, sok minden, amiért, hogy ezt nem lehet megbocsájtani, és de itt van a Miklós élő példa rá, hogy őt igazán érte sok minden, és őszintén tudja azt mondani, hogy most miért borítsak valamit, sokkal fontosabb, ami többet kaptak, amit mást kapott. Akkor mindenkinek megbocsájtott? Igen. Ugye itt mondtad, hogy a gyerekei jobban megértsék, és szerintem itt van egy ilyen generációs kérdés, és ugye én már a 90-ben születtem, tehát hogy nekem nagyon nagy kihívás, úgyhogy beszélgetek azért Mező Gábortól kezdve Borvendég Zsuzsánát. Mi is beszélgettünk Mező Gáborra. és hogy nekem mindig nagy kérdés az, hogy ugye mi nem éltünk akkor, és hogy nyilván van ennek egy történelmi háttere, meg van egy erkölcsi kérdés, ami sokszor jóval összetettebb, és jóval árnyaltabb, és hogy talán a mi nemzedékünk jobban meg tudja érteni a szüleinknek a nemzedékét, sokszor még a viselkedésüket, tehát ugye sokszor ilyen viselkedési mintázatokat is lehet látni, és amikor ilyen történeteket hallunk, akkor talán jobban megértjük, hogy mennyivel más a korszakban kellett nekik élniük, vagy túlélniük. Én fiatalabb vagyok, vagy idősebb vagyok nálad, bocsánat, de kisdopos voltam a rendszerváltásnál, tehát azért olyan nagyon, nagyon nem mélyedtem el a sűrűjében, így a kommunista rezsimnek, de éppen az egyik ilyen tesztnézőnk, hogyha szabad így fogalmazni, csak a nevét nem akarom bemondani, ő azt mondta, hogy ebből a filmből érthető meg a mai 20 évesek számára, hogy milyen volt az a kor, hogy az emberek hogy szólnak egymáshoz, hogy miket lehet, miket nem, mert egy mai 20 éves vagy mit is tudhat erről, hogy ez csak egy történelmi adat, ráadásul a középiskolában általában sem jutnak idáig az oktatás során, hogy itt viszont érezhetővé válik, hogy mik ezek a fura viszonyok, ahogy hát a mai szemmel furák, ahogyan akkor éltek az emberek, miközben azért ez a beat korszak is volt. Tehát Igen, és a Miklós bácsi karakteréből azért jön a beat korszak is, nem? Tehát, hogy ő azért nem a kisszel foglalkozik, vagy az aktuál politikával, hanem ő bulizik igazából, meg élni akar, és aztán így keveredik bele valami teljes őrültségbe. Igen.
igen. Na jöjjenek el, nézzék meg a filmet, tényleg ajánljuk, és még egyszer jeleznénk, hogy május 16-án 19 órakor a Toldi moziban lesz egy premier előtti vetítés, amit a felajánlásatoknak köszönhetően 100 ultrahang hallgató megnézhet ingyen, tehát lehet erre regisztrálni a videónk leírásában található linken keresztül, és a www.ultrahang.tv oldalon keresztül a rendezvények fülnél találják meg. Lesz premier utáni beszélgetés, és azt hiszem így hívják, még szoknom kell ezeket a filmeszakat, szóval a vetítés utáni beszélgetés is lesz alkotókkal, színészekkel, egy nagyon kiváló esti program, szeretettel várunk tehát erre is mindenkit. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, Nagy Anikó Máriával és Lukácsi Györggyel beszélgettünk az 1968 Egy szerelem rekonstrukciója című film alkotóival. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.